Tálak előkészítve, és csobog a 60 fokos víz. A gondozó kiméri a 7 deciliter szarvas marhatejet, és kezdődhet annak melegítése egészen addig, amíg el nem éri a 40 Celsius fokos hőmérsékletet. Eközben bélflóra harmonizálót is kevernek a táplálékhoz, majd a gondos előkészítést követően viszik az állathoz. Ő Jubileum, a Nyíregyházi Állatpark egy hónapos Rothschild zsiráf nősténye. A park munkatársai még nem akarták nyilvánosságra hozni a kicsi születését, a látogatók azonban lebuktatták a már 210 cm magas zsiráfot. Igen, az étvágya már 5 litert fogyaszt naponta. Igazából szerettük volna, hogyha az édesanyja neveli a kicsit, de sajnos nagyon tapasztalatlan volt. Mindenfélét próbáltunk másik zsiráftehén alá is rakni, és szintén borjas tehén alá rakni ezt az újszülött borjút, de azt sajnos nem fogadta el, úgyhogy újból a gondozóink vállalták át a pótszülőnek a szerepét, akik derekosan helytállnak, hiszen hajnaltól késő éjszakáig etetik az apróságot. Nyilván már egy hónap alatt ez kihúzódott ez az időszak, tehát most már nem kell hajnal 3-kor kelniük, csak 5-kor, illetve az utolsó etetés este 10-kor van. Egy éves koráig még tehén tejet fogyaszt, fokozatosan állnak majd át a szálas takarmányra. Az állatpark közel 20 éve tartja a veszélyeztetett patásnak számító Rothschild zsiráfokat. A természetben jelenleg kevesebb, mint 700 egyed él belőlük, a világ állatkertjeiben pedig körülbelül 450 példányt tartanak számon. A Nyíregyházi Állatpark zsiráfállománya Jubileum érkezésével 8 fősre nőtt. Bár az élelmes kis nőstény még az istállóban él és sokszor a sarokban pihen, néhány hét múlva elég erős lesz ahhoz, hogy csatlakozhasson társaihoz a tarzanösvényben.